Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás. Ennél a jóslásnál feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? A gondolatait középen látjuk, itt felül és alul. Ő kicsit vacilál, felteszi a kérdést. Tegyem, vagy ne tegyem, jöjjek, vagy ne jöjjek. Az is lehet, hogy van két ajánlat, például két munkahelyi ajánlat, és döntések előtt áll. Ő meg fogja hozni a döntést, hiszen kezébe veszi a dolgokat, aktív lesz, és lesz itt egy kiút, lesz egy irány. Hogyan érzi magát, az itt látható bal oldalon. Van a környezetében egy kihívás. Mások támadják őt. Emiatt nincs jó hangulatban. És akkor is, ha ő itt a király, és uralkodik az érzelmek felett, jelenleg hátat fordít. És úgy érzed, hogy megvan nála a hideg-rideg tartás. De lehet, hogy nem is miattad, hanem mások miatt. De átteszi magát ezeken a bizonytalanságokon, és döntéseket hoz, ami itt látható, és itt is van egy új kezdet. A kelyhek jelentik az érzelmeket, majd ki fogja mutatni az érzelmeit, van egy jövő, és egy boldog jövő. Hogy mit fog tenni, az itt látható. Ez a kép azt jelenti, hogy ő átélt igazságtalanságokat a munkahelyén, az anyagiak terén. Az is lehet, hogy nem kapta meg az elismerést. Valami hiányzik neki. Emiatt olyan dacos, de be akarja bizonyítani magát, hiszen kimutatja az erejét, és lesznek változások, az úgy hat ki rátok, mint egy újjászületés. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Itt látható ugyanúgy, mint itt, hogy bizony voltak viták, félreértések, kihívások, de megvan nála a győzelem, van egy kiút, van egy lehetőség. Itt vannak nála álmok, elképzelések, hiszen a kelyhek utalnak érzelmekre, itt vannak emlékek a múltból. Akkor is, ha egy rossz helyzetben van, majd kimutatja az érzelmeit. De megvannak az elvárásai, hogy te is nyújtsd át számára ezt a kelyhet, ami jelenti a te érzelmeidet. Itt van egy új kezdet, mély érzelmekkel a boldogság és a szerelem. Ez a kép itt újra megjelenik. Tehát a 10-es szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik az életetekben. Vannak elvárásai, hogy te is mutasd ki az érzelmeidet, és akkor megvannak a lehetőségek, hogy minden új irányba terelődjön. Itt lesznek változások, megújulások. Ez olyan, mint egy
újjá születés, és itt ez a hintó jelenti a mozgást, előre mennek az események, akkor is, ha ő még így hátrafele fordul, és vannak még emlékek a múltból, ami itt is látható, vannak szép emlékek, de vannak félreértések, ami nem a jelenlegi helyzetre utal, hanem a múltra. Hol ilyen, hol olyan. Kicsit még olyan várakozó, különösen ami az anyagiakat illeti, nem tudja, hova kellene befektetni a pénzt, az anyagiak kihatnak a munkahelyére is, ott átéli ezeket az igazságtalanságokat, kell számára a bátorság, védenie kell magát. Győzni fog a helyzet felett, de szüksége van a segítségedre, hiszen itt látható, hogy beszámol erről, és ha te dicséred őt, erőt adsz számára, akkor ő győzni fog. Az ő jelenlegi helyzete itt megjelenik az ördög, egy hamis személy a környezetében. Látható, hogy nincs valami jól, de mégis vannak tervek, meg szép emlékek, egy új irány, egy új kezdet, ami kettőtöket illet, és ami a jövőt illeti, minden nagyon szépnek tűnik, viszont a munkahelyén vannak problémák, a múltban voltak félreértések, még jelenleg van egy hamis személy a környezetében, de ő erre rájött, és lezárja ezeket a kapcsolatokat, lezárja ezt a helyzetet. És a te jelenlegi helyzeted, itt látható az uralkodó akkor is, ha nem mutatja ki nyíltan, hogy miket tervez, meg hogyan fog uralkodni a helyzet felett, legyen meg a bizalom. Ő megoldja ezeket a témákat, és kimutatja majd az érzelmeit, lesz köztetek egy szép jövő. És ez volt az aktuális szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, jelentkeznél a csatornámra. Megvan arra is a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásunként 4000 forint, védikus asztrológiával együtt 10000 forint. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!